Köszöntök mindenkit! Én a Raiffeisen Bank által lettem ellehetetlenítve. Azon kívül, hogy a kormány által, a bankszövetség által, de ezt hagyjuk. Én végigmentem számszakilag a kapott elszámoláson. Már az elszámolásban csalt a tisztességtelen bank, mert a bíróság kimondta az ítéletet, tisztességtelenül járt el. A tisztességtelenséget tovább folytatja. Az elszámolásomban feltünteti, hogy az új elszám forintosítás után 4,29%-os kamatlábat használ. Igen, de 4,99-el számolt. Ez az egyik része. Megkaptam 116 oldalt kérésre, hogy legyenek szívesek, adják már a részletes elszámolást. Nem lehet az elszámolást összehasonlítani semmiféle adattal, mert vagy svájci frankba adja meg, vagy forintba. Nem közöl mellé árfolyamot, nagyon sok minden. A 16 oldalas elszámoló levélben, ha jól emlékszem az oldalszámra, egy oldalon, ami tele volt szöveggel, elrejtette azt az összeget, 11.164.000 akárhány forintot, hogy ennyi összeget átadott a KHR listába. Ez ugyan ellen tiltakozhatom, de majd azt intézem el magam. Tehát, ahogy át lett számolva a nagy nehezen általam kidolgozott szisztéma szerint, illetve egy segítőm által, a Hiteles Mozgalom Szabó József segítségével átnyálasztuk a nem lehetett képletet használni, teljesen fölösleges, józan logikát vettük igénybe, és ott derült ki, hogy már kezdetekkor másfél millával átvert a bank, becsapott. Tehát ennyit a tisztességről, az igazságról, az igazságminisztérium előtt. Köszönöm, hogy meghallgattatok.